A mestervizsgáztatásnak Magyarországon évszázados hagyományai vannak, azonban a magasabb szakmai felkészültséget garantáló mestervizsga rendszerét nem a tradíciók, hanem a kor követelményei teszik fontossá. Ezért a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara már évtizedek óta minden évben indít mesterképzéseket azoknak a szakembereknek, akik szeretnék továbbfejleszteni magukat és naprakész tudással rendelkezni, valamint a jövő szakembereinek képzésében is részt akarnak venni. 2021-ben 11 fő élt ezzel a lehetőséggel. A mestervizsga célja, hogy a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és karrier kialakulásának vagy kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozás vezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását. A szakmai megbecsülés anyagi, erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját teremtse meg. Mestervizsgát azon szakmákból lehet indítani, illetve azon szakmákból lehet tenni, amelyekből rendeletben már megjelent a mestervizsga szint és követelmény. Az előző évben 11 fő kaphatott nálunk mestervizsgát, 5 fő szakács és 5 fő villanyszerelő kapott támogatott képzés keretein belül, illetve egy fő önköltséges alapon. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara az idei évben is lehetőséget biztosít a támogatott mesterképzésre és vizsgáztatásra, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium tesz lehetővé. A támogatás célja az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző szakemberek első mesterré válásának elősegítése, valamint ennek érdekében a mesterképzésük és mestervizsgáztatásuk teljes körű lebonyolítása. Bevonhatók továbbá olyan kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek, akik a pedagógiai ismeretek birtokában szeretnék tovább képezni magukat a mestercím megszerzésével. A támogatott és az önköltséges képzések elindulásának várható időpontja 2022 első fél évében lesz, folyamatosan várjuk a jelentkezéseket. A mesterképzések felől mindig sokan érdeklődnek, viszont ennél sokkal kevesebben jutnak el ténylegesen a képzésekre. A képzéseket mindig, tehát minimálisan 5 főtől tudjuk indítani, tehát hogyha adott szakmában, amiben már kijött ugye a követelményrendszer, amit az előbb említettem is, megvan az 5 fő, akkor már el is indítjuk azt a képzést. Számtalan szakma mesterképzései közül választhatnak azok, akik magasabb szintű elismerést szeretnének, így például cukrász, gáz- és tüzeléstechnikai műszerész, szakács vagy akár kozmetikus képzésen is részt vehetnek. 2 szakaszból áll össze, elméleti, illetve a gyakorlati képzés. Az elméleti rész nagyban függ attól, hogy valakinek megvan-e a gyakorlati oktató tanúsítványa. Hogyha megvan neki, akkor ő már a pedagógiai részből felmentést kap. Ha nincs meg neki, akkor ugye ő végigjárja az egész képzést. A képzések óraszáma mindig az adott szakmáktól függ, így a munka mellett akár fél év alatt is el lehet végezni. Mesterképzést a minisztériumi rendeletek alapján 74 szakmában indíthatnak Magyarországon. Jelentkezni pedig a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál lehet.